Hello, Kanyaló Karadik vagyok, és a mai napon folytatom a savat, tehát a Stone Age Wars-t, és nem igazából onnan, ahol abba hagytam, hiszen hogyha a felső sarokban néztek, láthatjátok, hogy rengeteget farmoltam előre. Ezt azért csináltam, mert úgy gondoltam, hogy nem akarom az időt, de hát ez végig is tök mindegy, úgyis tudjátok, hogy miért farmoltam, nem? Na, folytassuk tovább! Szóval a Szemit promótáljuk, megnézzük, hogy mi lesz belőle, majd folytatjuk tovább. Hát a képessége az ugyanaz maradt. Egyszerűen csak jobbak lettek az értékei, ugye? Nézzétek vissza, szerintem csak jobbak lettek az értékei. Jól van, hát akkor... azt hittem, hogy lesz valami nagyobb. Azt hogy hívják? Mindegy, játszunk már, mert nem lesz belőlünk semmi. De mielőtt elkezdem csinálni a dolgokat, kell egy kis ital, kell egy kis energia. Király! Azt nem tudom, hogy ilyenkor még iszok az orrommal is. Na mindegy. Szóval! Ott tartottam még, hogy addig nem igazából akarok költeni fát, tehát a felhalmozott nyersanyagot addig nem akarom elkölteni, amíg haladok előre. Na nézzük! Még mindig három emberrel mászkálhatunk, és ugye már azért egy erősebb harcos ellenfelünk is van. Hú, mi ez a Harry Potter jel? Mi a rák? Jó, hát mondjuk így is pikpakra kinyírtuk őket. Jó. Az egy kicsit megizzadtam. Na, 17-es pálya. Egy erősebb sámán talán, vagy a sima? Nem, az erősebb sámán meg egy sima harcos. Jó van, hát nézzük. Jó, az jócskán erősebb. Pipa! Hát ezt kipipáljuk. Úristen, ezek a varázslatok! Hát a sámán csirkét most már innentől kezdve szerintem pipakra le fogjuk alázni. Kérdőjel teteje. Még egy pipa. Wow! Ezek elég jók, ezek az új varázslatok. Wow! Azt én nem mondtam el, hogy teljes mértékben végig szeretném vinni ezt a játékot, ami azt jelenti, hogy mind a 88 pályát meg szeretném csinálni veletek, előttetek, mögöttetek, hogy éppenséggel most nem néztek rám, és minden kaszból meg szeretnék nézni minden embert, minden fajtáját. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, de folytassuk tovább, 18-as. Még mindig jól állunk. Hú, ezeket a maszkokat én nem vágom, az valószínű egy Hunter, az első az meg talán egy harcos? Nem tudom. Nem, két Hunter, a rohadékok. Kérdőjel. Azt a mindenit! Hú, ez majdhogy nem. Itt már erősíteni kell. Itt majdhogy nem elvesztettük Rurigiget. Na, akkor viszont azt jelenti, hogy itt... kellene erősödni egy icipicit. Van egy olyan sanagyon, most már erősödjünk. Méghozzá úgy, hogy veszünk egy jobb maszkot, sőt mindenkinek veszünk jobb maszkot, kivéve Szeminek, mert Szeminek nem lehet venni jobb maszkot. Hányszor mondom el még, hogy jobb maszkot. Plusz 200 élet az jól hangzik, de én azt mondom még mindig, hogy menjünk a sebzésre. Igen. Nézzünk egy Hunter maszkot. Plusz 25 sebzés. Király. Sámának még nem veszünk maszkot, nincsen sámánunk. Egyelőre még Szemi el látja a feladatát. Igen. Itt viszont nem tudunk már újabbat venni. Egyelőre fegyverekkel a maximum vagyunk, azt valószínű csak a promótálásokkal tudjuk majd fejleszteni. Rendben. Akkor adjuk a kezükbe az emberkéknek, nem, adjuk a fejükre az új maszkokat. Igen. És nyomjunk mondjuk... felrakom 10-esség Rurigiget. Tehát kit érdekel, sőt promótálom is. Fully promoted. Még jó, hogy megvettem a maszkot, ugye? Aha, szóval itt már nem választhatunk. És milyen képességed van?
Ismételten megkapta igazság szerint, ahogy látom azt a shell-t, amit az elején. Fully promoted, no bonus, no bonus. Pakoljuk csak rá ezt a 30-as sebzést. És kéne neki vásárolni egy megfelelő fegyvert a plusz 15-ös sebzéssel. Hú, de érdekesen néz ki az a fegyver. De előbb még... Nem, előbb megveszük a fegyvert. Előbb meg kell venni a fegyvert, mert szerintem nem fog maradni most már semmi másra. Weapon. Warrior. 3-as. Igen. Hol vagy? Melyik az? 225 fa. Fogy a fa, mint az állat. Rendben. De felfejlesztem a hölgyeményt is. Level up, level up. Elfogytunk. Elfogytunk. Ennyire jutottam a hihetetlen mennyiségű farmolásommal. De akkor el ne felejtsük feladni neki a plusz sebzést okozó fegyvereket. És akkor haladjunk tovább. Na, elvileg most már jól kellene, hogy legyünk. Mint a szart, úgy ki kéne belőlük verni mindent. Pipa! Ez egy pipa volt. Úristen! Ó, ez az S betű, ez nagyon fura. És megint, ismételten egyetlen egy rohadt varázslatot tudtam csak megcsinálni. Nem baj, legalább haladunk. És akkor most a Hunter hölgyeményt javult, még nem fogjuk felfedezteni, mert kell neki 585 fa. Jól van. Haladjunk tovább. 20-as pálya. Jövünk fel, mint a talajvíz. Ó, Shaman Hunterrel. Jaj, ez az S betű. És sikerült. Azt a rohadt teget, mi ez a gyorsaság? Gyerünk, sátor. Halacska? És elfogadta a halacskát. Hát jól van. Go to the village. Fejleszünk. Igen, itt viszont már nagyon úgy látom, hogy fejleszgetni kell folyamatosan, mert ez kezdenek nagyon erősek lenni az ellenfeleink. Rendben. Most már csak javót kéne felpromótálni, megnézni, hogy mi lesz a legmagasabb szintű képessége. Na most arra gyűjtünk. Na, 3 ellenfél van már, és egy erősebb Hunter kislány. Hú, de lassan tölt be a képessége Rurigingnek. Halacska. Sikerült a halacska. Ez az. Na, gyerünk! Azt a rohadt, de jól néz ki az az aura, ami körbevette a harcos Rurigingünket. Azt a részvánfügyülőjét. Na, haladjunk tovább. Ismételtem, valami baromi erős ellenfelek lesznek. Na jó, annyira talán nem baromi erősek, de... Meglátjuk. Gyerünk! Jól van, hát srácok! Még mindig haladunk, mint a... Nem tudom micsoda. Ez van. Az a jó, igazából Szemibe tényleg az a király, hogy... Ha csirkivé változtatod az ellenfelet, onnantól kezdve olyan túl sok mindent nem tud ellenet csinálni. Ó, bazd meg, én még nem raktam neki már megint be a kezébe azt a szerencsétlen szarságot, hát nem hiszem el. Hát miért nem szóltok? Most komolyan, szóljatok már rám, hát adjad a kezébe azt a szart! Vajon hányas szintig lehet őket felvinni? Na mindegy, majd kiderül. Még kell 500 fa. Kell 500 fa. Ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy 500 fa. Na. Hunter. Meg egy warrior az ellenfelünk. És nem bírva, hogy gyerünk már azt a rohadt S betűt! A kurva anyját! Bazd meg! Hát ez mit az... Meg se tudok szólalni! A rohadt anyád. Na ezt most, na ezt leverjük a francba, hát ez hát mi az, hogy izé? Szórakoztam azzal az egy rohadt varázslattal. Na, gyerünk! Ez az! Szemi! Ennyi! Ennyi vagy! Ha bejön a csirkézés, neked véged, kislány!
Szemi a csirke. Szemi a csirke keményen nyomja. Na. Javult promotáljuk. Oh, wow. Mi csinál ez? Elektrosok. Basszus, hát torrá változik a kislány, Hunter kislány, torrá változik, eldobja az elektromis, az elektromos axöt, és mindenkit meg csap az áram. Most majdnem más mondtam. Mindenkit megcsap az áram. Jó. Akkor ez azt jelenti, hogy haladjunk tovább, és megnézzük, hogy szemét nem tudjuk fejleszteni, pedig most már szemét is föl kéne 10-es szintre fejleszteni. Na. 24. pálya, 3-3 ez ellen. Na nézzük azt a Tundert. Mármint, hogyha képes leszek és megcsinálom. Azt a rohadt eget! Hát abba belecsapott villámka. Hogy belecsapott? Jaj, jegyelek meg, úgy de szép volt, hogy belecsapott. Na, fő ellenség következik. Tigrincs. The Blue Den. Tigrincs, meg egy sámán. Mit tud vajon a Tigrincs? Ez egy rozsomák Tigrincs. 15-ös sebzése van. Ez nem tűnik olyan túlságosan erősnek. 4-es armor, 0,78 a speed. És slashes an enemy 3 times in a row. Tehát az azt jelenti, hogy háromszor megsebzi pikpakra. Na, de pikpakra ezt ki kéne nyírni. Gyerünk, villámka! Sátor! Hát ez nem volt sok minden. Jól van. Majd tudok itt legközelebb farmolni. Vagy, ha eljutok a következőig, akkor majd ott. Ez tuti biztos a sámán maszk, tehát ez úgy is néz ki, mint egy sámán maszk. Na! Gyere oda! Nem, gyere ide! Gyere ide, Rim Sammy! Tényleg amúgy... Nagyon jó Sammynek a képessége, de meg kéne nézni a sámánt, hogy igazság szerint mit tud. Ráérünk! Jó, tényleg! Mennyi húsba kerül a Tigrincsünk? Tigrincs, gyere ide! Az is 400 húsba kerül. Mert megvesszük, hát most kit élve kell. Használni én nem fogom, mert igazság szerint annyira nem érzem erősnek. Urliket. Urlik. Tényleg nem is néztem, mi a neve. Urlik. Oké. Okay. Ott tartottam, hogy Sammyt fel kell erősíteni, mert Sammynek ez a képessége baromi király. Megpróbálok eljutni még a következő főellenségig, aztán meglássuk, hogy még lesz. Ismételten két ellenfelünk van, és még mindig három emberrel mászkálhatunk. Gyerünk! Ez az! Ez szeretem ezt a varázslatot! Ez az! Ez is jó! De erősen ütött ez a csávó! Milyen gyorsan ütött! Jó van! Három Hunter! Jaj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 
Jó. Ú, de gyorsan dobálnak. Végtelenbe is tovább. Az a durva, hogyha kétszer promotálod az emberkédet, egyszerűen már vége van a csatának, mire egyáltalán eljutok addig, hogy meg tudjam varázsolni a képességét. Vajon elhúzódó csaták is lesznek majd? Nem tudom, most egyelőre még jól állunk. Gyerünk, Sammy, fejleszünk téged. Hát, baromi sokat tudtam rajtad fejleszteni. Na, 28-as pálya, 3 ellenfél, 1 varior, 1 varior 2 sámánnal? Ó, hogy a rohadék anyádat. Nem baj, hát ez nem sokáig tartott. Viszont... Na, gyerünk már, ne szórakozzál. Azt akartam mondani viszont, hogy a két sámán az talán kihívást fog jelenteni, de hát Rurigig vadállat, szóval igazából semmi nem történt. Azt mondta, oda ment, puf, puf, kész, megölte őket. Tehát a sámánok már nem kihívások. Sammynek meg a legjobb a képessége. Én most is azt mondom, hogy Sammy a csirkével, az király. Nem is néztem, kik az ellenfeleink.
Íj, de gyors vagy, Dick! Az egy 10-es szintű ellenfél volt. Azt a rohadt anyádat. Na. Ismételten fejleszteni kell, mert van egy gyors hunterünk, és van egy 10-es szintű ellenfelünk. Vagy reflektálásra menjek rá? Nem, még szemit fejlesszük egyet. Fejleszünk szemire. És 1800 fa kéne még. Az az érdekes, hogy a kaja az nem fogy. Mert gondolom a kaja akkor fogy, hogyha új embereket szerzünk. De mindegy, igazából most megpróbálom még egyszer. Azt a gyönyörű 29-es pályát. Na lássuk. Az a baj, hogy baromi erős a Warrior, és baromi gyorsan nyomatja a Hunter. Meg persze, hogyha nem tudom csinálni. Az a Hunter az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Meg persze, hogyha nem sikerülnek a rohadt varázslatok, akkor nem fog tudni haladni. Mi a fenét csináljak azzal a Hunterrel? És csak három emberrel játszhatok ellene. 1984! Wow, annyi húsom van 1984. Gondolkozzunk. Mi a fenét tudnék csinálni? 45%-ba reflektál? Próbáljuk ki azt. Amondó vagyok, próbáljuk ki azt. Vegyünk fegyvereket. Igazából tényleg az a lényeg, hogy minél több fegyverem legyen, meg minél több mindenem. És kipróbáljuk ezt. Minusz 15 sebzés, viszont 45%-os reflektálás. Nézzük meg! Hát hova megyek? Oké? Na. Nem adtam a kezébe! Kezébe kell adni! Gyerünk, back to the village! Már megint majdnem elcsesztem. Miért nem szóltok? Szóljatok! Hangosabban, hogy halljam! Vagy lehet, hogy végül szóltatok és azért... hallottam. Na! Én félek ettől a pályától. Szemi a csirke! És a Hunter kisasszony meghalt! A Hunter kisasszony meghalt, mint a kaka! Akkor nem a hülyeség kedvéért ez a legdrágább fegyvere van. Rurigignek. Na várj csak, akkor nézzük meg azt a maszkot. Hogy most lehet, hogy azzal sokkal többre fogok menni, hogyha adok neki egy olyan maszkot, ami vissza reflektálja a sebzést? Vagy nincs is olyan maszk? Van egy 10%-os, hát azt nem kapja meg. Plusz 200 élet. Plusz 200 élet az a legerősebb maszk. A legdrágább. Mennyi élete van amúgy? 500 és plusz 200, 700 élet. Nem hangzik rosszul. Tudnánk level up-ozni, de most nem level up-ozunk. Na, haladjunk tovább. Egyelőre megtartjuk ezt a kondíciót. Go to the battle. Annyira áldom az eszemet, jaj, varázsolni kell. Annyira áldom az eszemet, hogy előre farmoltam. Úristen, nem tudok varázsolni. Jó, hát igen, innentől kezdve ez már a miénk. Teljes mértékben jó. Jól van, haladunk. 31-es pálya. Go to the battle. Két hunter. Nem tűnnek túl erősnek, de hát ez... hogy megsorozta? Igen, ez a visszareflektáló fegyver, ez nagyon odavág. Visszavág. A visszareflektáló fegyver visszavág. Értitek? Királyság, 32-es pálya, haladunk, mint arra álla. Négy ember, elcsesztem. A gyors kisasszony meghalt, mint a fos. Az a 45%-os effektár, hát Rurigi még oda se ér, bár a Hunter megöli magát rajta.
Várjál. Oké, ez nagyon király. Na, nézzük ki a főellenség. Hú, de csúnya vagy. Mi ez a méhecskés maszk? Jaj, valami méhecské... Jaj, na, várj, álljál meg. Plusz egy ember. Tudnánk szerezni plusz egy ember, szerintem plusz egy harcos fogok berakni. Akkor viszont, back to the village, felveszünk még egy harcoskát. Azaz. Ki vagy, hol vagy? Malak. Malakot felvesszük. Fel is fejleszgetjük. Még van. Még mindig van. Promotáljuk. És most rá a másikat fogjuk kiválasztani. A Fire Axe-eset. Deal triple damage on the next attack. Oké. Okay. Majd ezeket kiválasztjuk. És még mindig haladok. Jó. Na, te viszont megkapod a maradékot. A plusz 30 sebzést, és nézzünk neked egy fegyvert. Elmegyünk vásárolni fegyvereket. Fegyvert veszünk neked. Pici, hogy hívnak? Nem is tudom, hogy hívják. Szóval, amondó vagyok, hogy adjunk neki plusz sebzést. Ilyenkor szerintem ez a jó. 50 élet, hát az olyan, mint halottnak a csók. Na. Jól van. Akkor adjuk még a kezébe. Melyik az? Hol vagy? Ja, Malak. Na várjunk csak, akkor ez azt jelenti, hogy a maszk az onnantól kezdve már bárki számára elérhető. Természetesen csak a fegyvereket nem használhatják, mert ugye más fajta, más típusú. De kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni ez a kis csávó. Rurigig itt van, igen, Malak pedig ott van. Jól van. Nézzük így. Szeteljük a formation-t, Malak megjött a csatába, csatlakozott a sereghez. Szemét meg ide rakjuk Malak mögé. Mi mégiscsak jobban nézünk ki, nem? Na, 4-10-essel haladjunk. Jaj, 4 varázslat. Miért nem szóltok? Már megint elcsesztem. Miért nem szóltok, hogy a fő ellenséget kell megölni, és nem ezeket a Hunter lányokat? Miért nem szóltok? Ne röhögj, te is elcseszted volna. Nem, biztos nem. Na, szóval, fő ellenség. Go to the battle. Így van valami méhecskés. Jó, hát ő baromi sokat tud gyógyítani. 157-et. Erre iszunk. Ez a megvakításos rész, ez nem tetszik. Jó van. Reméljük a legjobbakat. Jó varázslat. Ez király. Mondom, király. Úristen, nem tudok semmi se csinálni, egyszerűen csak nyomatom a izét. Ez az, megöltük a kis bícsávót. Ez az, a rengeteg nyersanyag. 800 nyersanyag, és kaptunk egy gyönyörű szép fegyvert. Nem tudom, hogy kinek a fegyverét kaptuk meg, de igazság szerint ez most senkit nem érdekel, mert a lényeg, hogy megöltük a méhecské sámánt. A sámán méhecskét. Méhecske sámánt. Mindegy. Úgy gondolom, a mai napra elég volt a savból, és a legközelebbi alkalommal pedig folytatom tovább, valószínű ismételten egy icipicit előre fogok majd farmolgatni, hogy ne legyen semmi fennakadás, mint ahogy a mostani epizódban se volt, azon kívül, hogy elcsesztem egy-két dolgot. Na mindegy. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornára, hogyha most vagytok itt először véletlenül, vagy nem véletlenül. Mindegy. Most iratkozzatok el. Itt a vége, fuss el vére, holnap után pedig találkozunk. Szerbusztok. Csin.